A Budakeszi Oktatás ügyért díj 2023. évi díjazottja, Jóné Szász Mária, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Gratulálok az elismeréshez. Köszönöm szépen. Számított egy ilyen elismerésre? Lehet-e egyáltalán erre számítani? Nem számítottam rá. Meglepődtem, és nagyon örültem. Szóval váratlan volt, de nagyon örültem. Én azt is tudom, hogy önnek a másik szakja orosz, de ezt nem mondta, nem tanít orosz, tehát nincs orosz tanítás most nem. Már? Nem. 86-ban kerültem ide, akkor még volt, de 3 év múlva az orosz megszűnt, és így jó jártam, mert a magyar kétszakos. Tehát nem úgy van, akinek töri orosz, akkor csak két, de nekem az irodalom nyelvtan, úgyhogy így az orosz számomat nem zavarta, úgyhogy azóta a magyar tanítom. De nagyon szeretem ezt. Tehát akkor az előző rendszerben is már tanított néhány évet, egy évfolyamot végig tudott vinni adott esetben, de hát a rendszerváltás eltelt 33 éveben is azért különböző hangsúlyok voltak az oktatásban, sosem volt könnyű. Mégis hogyan írható le az, hogy 86-hoz képest mennyiben változott meg az oktatás? És nem a színvonalra gondolok, hanem módszertana, eszközei, és mennyire változtak meg a tanulók? Kezdem a végén a tanulókkal. Én egy nagyon kis faluba kezdtem, összevont osztályok voltak. Olyan kis iskola volt, hogy az egész iskolában 67 gyerek volt, és például a 7.-8.-ban 5 hetedikes és 7.-8.-os. És az óra mindig kétfél óra volt, önálló és főóra. Amikor a hetedikeseknek volt önálló magyar, addig ők dolgoztak valamilyen munkafüzetben vagy itt, addig a főórát tartottam, aztán fordítva. Így volt 5-6-ban, de egész jó volt, mert aki kész volt 5-es, tudta figyelni a 6-ost. Előre, aki 6-os befejezte, gyakorolta ismét az 5-est. És nagyon örülök, hogy innen is kerültek ki diplomás emberek ilyen iskolából. Tehát olyan, hogy ilyen volt, és így nagyon jók voltak, és még nagyon tisztelték a tanárokat, így idézőjelben mondom, ott még abban az időben valahogy nagyobb volt a tanárnak valahogy hogy a tekintélye abban az időben. Úgyhogy mivel ilyen kis iskola volt, nagyon kevés eszköz tartozott, például a tornaterem se volt. A gimnáziumba bevittem a gyerekeket, hogy megmutassam a tornateremben, mi az a bordásfal, mi az, ezek az ugród, hogyha oda kerülnek, akkor ne álljanak úgy, hanem tudják, hogy mi az. Volt vöröskeresztes szakkör, tűzoltó szakkör, akinek szülők voltak, tudom én, különböző ilyen szakma, volt egy gyár, és jöttek ilyen esztergályos szakkör, kijöttek busszal, és a gyerekek mentek a gyárba, meg a vöröskeresztes szakkör mentek kihelyszínelni, vagy hogy kell kötözni. Egy-egy szülő, aki ott dolgozott, és utána mentek ilyen szakmára, hogy tehát megtetszett nekik. És akkor azt hiszem, egy országos versenyen is voltunk, eljutottunk, úgyhogy ez még a 70-es években volt. Na, én nagyon szeretem így ezt a szervezést. Hát van nagyon sok hibám, de szervezni nagyon szeretek. Színházakat, szakköröket, műsorokat, most is a műsorok. Úgyhogy én a magyar mellett ezt is nagyon szívesen csinálom. A fő különbség közt emlegette, hogy akkor még volt tekintélye a tanároknak. Igen, igen. De valószínűleg ma is van, csak máshogy lehet elérni. Más egy gyerek, igen, a gyerekek másak. Tehát akkor valahogy kevesebb volt ez a digitális világ, ez a technika. Valahogy egyáltalán nem többen volt, nem volt egyáltalán. Még talán a televízió is alig volt szinte. Még az sem, úgyhogy jobban a természetben voltunk, vagy óra, tehát nem, de most, hogy minden itt van előttünk, egy kattintás, tehát pörög minden. Akkor egy kicsit nyugodalmasabb volt, ráértünk gyakorolni, ráértünk beszélgetni, most csak megyünk, mindig új, és mint a gyerekek valahogy már nem jó nekik ez a lassúság. Elmentünk például kirándulni most az egyik osztállyal egy pár éve Egerbe, az Egri várba. Nagyon érdekes, mindent megláttunk, milyen volt. Unalmas, mert nem volt benne izgalom. Ez volt a válasz. Aztán elmentünk megnézni a Táci Gorziumot, ott is mindig úgy, ötödikben, mindig ötödikes anyaghoz megyünk, ókor, hatodikban a Gárdonyi Egri csillagok nézzük meg, hetedikben Komáromi Vár, 40, amit tanulunk éppen magyarból történelemből, nyolcadikban Debrecen, Nyilasmisi, tehát így összehozom. És akkor elmentünk a Gorziumba, végigszaladtak, aztán voltak ilyen nagy, hatalmas bálák, amit learadt, ott ugráltak, jobban éreztem magunkat a bálákon ugráláskor, mint a Gorziumot, amikor végignéztük. Tehát hiányzik nekik a mozgás, tehát úgy értem, hogy tehát kell egy kis izgalom is, meg mozgás. Tehát úgy nem, másak.
Tehát így, ilyen tapasztalataim vannak. Egy tanárnak viszont feltételezem, hogy megkönnyíti a munkáját azt, hogy nem kell elmenni a könyvtárba, bogarászni, hogy melyik kötetből tud utána olvasni. Az nekem is, hogy gyorsan nézek valamit, nem megnézem, és nem kell, épp most mondom, nem kell a print régebben, hogy a lexikont megnézni, fellapozni, vagy benne van. Tehát mindenképpen könnyebb, gyorsabb, jobb. Csak az, hogy a gyerekek írása meg elcsúnyult. Tehát már nincs türelmük a betűket leírni. Néha alig tudom kiolvasni a gyerekek. Csak az, hogy nincs türelmük kiírni, hanem ugye tudja, hogy amikor csetelnek a gyerekek, akkor nincsenek ékezetek, így van, veszők. Így van. Ez a kézzelírásban mennyire nyilvánul meg? Tapasztalatom, tehát romlott a helyes írásuk. Tehát valahogy, és minden igyekeznek gyorsan leírni mindent. Rövidítenek. Meg mindent úgy össze... Ez egy új nyelv, túl, nem? Egyesek szerint. Úgyhogy nincs meg az a szép, hogy most így nyugalmasan kiírom, leírom, és az olvasás. Tehát nem nagyon szeretnek olvasni. Van néhány gyerek, aki szeret, de a legtöbb szinkó meghallja, hogy milyen hosszú, hány oldal, már mindjárt nem nagyon tetszik nekik. Pedig hiába mondom, hogy az olvasás fejleszt a gondolkodást, a logikát, a helyesírást. Az mindenre jó. Még úgy vissza kell gondolni, össze kell... Valahogy mégsem tudom nagyon közel, ahogy szeretném. És Harry Potter? Itt hogyan aratott? Vagy van, de az sem minden gyereknél a hosszúsága miatt. Inkább megnézik a filmet. Ott van előttük. És azt nem tudom megtiltani otthon, mit nézzenek. Úgyhogy inkább abba. De vannak gyerekek, tényleg minden osztályban, aki szívesen olvas, annak boldog vagyok, és küldöm versenyre, vagy olvast. Vagy ha elolvasol egy olyan regényt, ami nem kötelező, és beszámolsz belőle órán, és akkor kaphatsz egy szorgalmi ötöst. Így próbálom ezzel, nem mindig jön be, tehát van egy-két gyerek, de a többség nem él vele. Mivel tudja motiválni mégis a gyerekeket? Akkor azt a néhányat, aki azért megcsinálja ezeket a szorgalmi feladatokat. Nyilván azok otthonról is hoznak egy bizonyos, hogy olvasásig otthon látják a szülőket, és mondom, hogy ezzel, hogy akkor elmondod, elmeséled, kiállsz, és akkor a többieknek a poént lehagyva, hogy meghozd a kedvüket, és akkor valaki szívesen, hogy ő szeretne, és mivel jó jegyet is kap, szorgalmi jegyet, tehát sokat motivál, de van, aki hiába van minden, és lehet, hogy ez javítana rajta, mégsem próbálja meg, inkább nem. Én a nyelvtant is nagyon szeretem, ami ritka a gyerekek között, így jobban közelebb áll hozzám, és én beszoktam hozni a humort az órára, és el is mondhatom, hogy például ugye ezek a máshangzó törvények, ezek mindig ilyen nem szeretem dolgok, és akkor mindig mondom, gyerekek, mondom, találós kérdés, mi a különbség a télapó és a piroska között? Hát a télapó piroska bátyja. Hát ha télapó piroska bátyja, az teljes hasonulás. De ha télapónak és piroska kabátja, az összeolvadás. Na gyerekek, látjátok? És a kecske mit csinál, ha zsíros kenyeret kér? Megken egyet. Na az részleges, mert megken egyet, megken. No, és akkor rögtön odafigyelnek, tehát egy kicsit a figyelmüket oda, tehát nem olyan unalmas, és akkor így, mintha egy ideig, akkor jobban. Mert épp most olvastam, hogy 10 perc után a figyelmük ellen. Most olvastam egy cikket róla, egy külföldi... Föl kell állni és tornázzanak. És szoktam, percet. Hogy nyitott az ablakot, de ha bemondok egy-két ilyen dolgot, akkor mindjárt felvillanyozódnak. Ezeket találják ki egyébként? Igen. Hát hallottam is, meg igen. Például a közeli rokon egy betű. Hát a nagyi. És a farkas szereti a betűket. A piros kát, meg a nagy itt. Na, és akkor rögtön, és akkor ha most diktálok, ugye mindig vannak a könyvben ezek a nagy költői felét se érték, és akkor mondom, na kisfiam, helyes írás, szól az apa tekintéllyel, mit keresel tekintéllyel? Szól az anya szenvedélye, ki az, aki szenvedéllyel? Na, hogy írod le? Y pontos, egybe külön. És akkor mondjuk van pár ilyen mondatom a tarsolyban, de jaj, otthon is lediktálom a testvéremnek, anyukámnak is, ez érdekes mondat. És akkor valaki hogy kipróbálja. Tehát valahogy így úgy érzem, hogy színesítem az órát, és így nem unalmas. Van, amikor elmenek gimnáziumba, jaj, olyan unalmas, mikor itt voltunk, akkor mindig pörögtünk, mondtunk, és ott meg úgy mondják, beszélgettünk, hogy a költő hogy néz ki 45 percig. Tehát nem pörögnek úgy az órák, mint itt volt. Úgyhogy erre büszke vagyok. Most éppen elismerték a tevékenységét, a munkáját, több évtizedes munkáját, de azért azt hiszem általánosságban elmondható, hogy Magyarországon a pedagógusok megbecsültsége se anyagilag, most már egyre kevésbé erkölcsileg sincs meg, vagy nincs a helyén, én azt gondolom.
Hogy tud ezeken a nehézségeken úrrá lenni? Hogy tud ezzel szembenézni? Mi mindig az volt már gyerekkoromban, hogy a pedagógus a nemzet napszámosa. Tehát nem csak most, régen se volt különösebben megbecsülve. Hát inkább szeretetből, és nagyon imádok tanítani. Én nagyon jól érzem magam. Bejövök, és akkor már mindenki köszön, szólnak, ideintenek. Tehát én szeretem csinálni. Hát most anyagilag most egy kicsit jobban járok, mivel nyugdíjas vagyok, és nyugdíjat is kapok, és még tanítok mellé, úgyhogy én most úgy érzem, hogy úgy is jó, de amúgy is jönnék, ha nem lenne, tehát én nagyon jól érzem magam a pályán. De ez nem ezt jelenti, hogy most a 2 hónap nyári szünetben nem fogja jól érezni magát? Jól fogom érezni. Hát egy-két tanítvány már jelentkezett, ilyen, akinek kell segíteni, és volt tavaly egy kisgyerekünk, dél-koreai gyerek volt, 10 éves korában került ide Magyarországra, és várt hozzám, és 7-be 5-ösre írta meg a mondatellemzést, tehát annyira örülök, hogy, és de ő akart, tehát ő is akart, már telefonált júniusban, hogy Marika néni, mikor tanulunk? Alig volt vége az iskolának, meg karácsonykor is felhívott, tehát ő akart. És akaratta nagyon sok mindent le lehet győzni, és jó pontot ért el a felvételén, és felvették egy reform, Rónyaiba. Ezek után, hogy csak 4 évet járt magyar iskolába. És annyira öröm volt vele tanulni. Sikerélmény önnek Sikerélmény, is. Igen. Hogy egy, és találkoztam múltkor a buszon, beintett, hogy csókolom Marika néni. Jó van az iskola, tehát megy az iskola jól, az új középiskola. Én minden esetre akkor azt kívánom, hogy a jó tanítást kívánok a nyári szünetre, de azért pihenjen is. Jó, köszönöm. Én szívesen csinálom, és köszönöm a riportot.